Még az előző ciklus idején 2016-ban nyert pénzt a szekszárdi önkormányzat a Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítésére. A kivitelezőt már az ilyen szekszárd vezette Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság választotta ki. A munkát pedig meg is kezdenék még idén, annak ellenére, hogy a fejlesztés például az ablakok cseréjével jár. Ez azt jelenti, hogy a diákok az épület egyik részében tanórákon vennének részt, míg az épület másik felében a munkások dolgoznának. Vagyis a gyerekek és a tanárok egy a mostaninál sokkal kisebb területet használhatnának csak. Ez pedig veszélyes lehet a járvány minden korábbinál gyorsabb terjedésekor, ezt mondja a város polgármestere. Ács Rezső ezért az irányító hatósághoz fordult, hogy engedélyezzék a pályázati határidő kitolását, így a munka jelentős része a nyári szünetben lenne elvégezhető. Ezzel mi idéznénk elő annak a lehetőséget, hogy a vírus gyorsan terjedjen, gyerekek hazavigyék a családokhoz. Én mindenképpen szeretném megvalósítani beruházást, ezért dolgoztam az elmúlt 3 évben, de felelős vezetőként egyértelműen az ott dolgozók, az oldaljáró gyerekek, 600 gyerekről beszélünk, egészségének, egészségi állapotának a megőrzése és megóvása az mindenek előtt való. Ha ezért a projektnek csúsznia kell egy kicsit, én azt gondolom, hogy meg kell, hogy érje, hogy csúszson. A hét értékelőn Ács Rezső arról is beszélt, hogy az önkormányzat elbukhatja a Zöldváros programra nyert 1,2 milliárd forintot. Az ilyen szekszárd frakció ugyanis a korábbi, a lakossággal egyeztetett koncepciótól eltérve parkolóház építését tervezi a város központjába. Ez ellen viszont a környéken lakók tiltakoznak. Kiforrott elképzelése tehát a többségbe került frakciónak nincs. A pályázat elszámolási ideje viszont egyre közeledik, arra 2021. augusztusig van lehetőség. Ács Rezső szerint félő, hogy a munkálatokat nem fogják tudni befejezni addig, így majd vissza kell fizetni a támogatási összeget. Csütörtökön jelentek meg ezek a kommentek Bomba Gábor Facebook oldalán. Az ilyen szekszárd szimpatizánsai közül többen arról írtak, hogy a város polgármesterének meg kellene halnia. Bomba Gábor, miután sokan felháborodásuknak adtak hangot a gyűlöletkeltő hozzászólások miatt, törölte a kommenteket. Azóta viszont ő és a frakciójának egyetlen tagja sem határolódott el ezektől a hozzászólásoktól. Ács Rezső azt mondja, ez is azt mutatja, hogy az ilyen szekszárd soha nem látott mélységbe taszította a városban uralkodó közbeszédet. Ez azt gondolom, hogy mindenek előtt és mindenek alatt van. Semmiképpen sem tudom elfogadni egyik oldalról sem, természetesen a mi oldalunkról sem, az ellenzék oldaláról sem. Én azt kérném, hogy moderálják az embereiket mind a két oldalon, és azért valamilyen szintet húzzunk meg, ami alászal nem megy le senki, ami egyre nehezebb lesz. De én azt gondolom, hogy ez itt nem volt, nem lesz és nem lehet. Ács Rezső a város által rászoruló családoknak biztosított szociális tűzifáról is beszélt a hétértékelőn. A korábbi években az önkormányzat hasított fát ömlesztve vitt az érintett családoknak, ezt kis teherautóval hordták ki. Idén viszont az ilyen szekszárd vezette Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság úgy döntött, hogy ezentúl kalodába rakott fát kapnak majd a rászorulók. A kalodákat viszont daruval vagy targoncával lehet csak leemelni a teherautóról. Az ilyen nehéz járművek viszont az érintett területek nagyjából a város külterületeit nem tudják megközelíteni, ezért Ács Rezső szerint az ilyen szekszárd által kezdeményezett változás jelentős többletkiadást okoz majd az önkormányzatnak.